Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hiányzó nyilatkozat, felbontott szerződés. Panaszkodnak a vállalkozások az eljárás miatt. Albérletek, egyéb ingatlanárak Pécsen. Átlagosan 15-20%-kal emelkedtek az albérletek. Várják az ügyfeleket szombaton, augusztus 3-án nyitva lesznek a kormányablakok. Mecseki kisvasutas tábor. Egész nyáron táborozhatnak a gyerekek az erdei kisvonat társaságában. Kikerültek az egyetemes szolgáltatási körből azok a mikrovállalkozások, amelyek nem nyilatkoztak az áramszolgáltatónak. Erről panaszkodnak sokan a helyi iparkamarának. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát is megkeresték a pórulját vállalkozások. A szabályok szerint az eddigi áramdíj többszörösét kell megfizetniük, ráadásul visszamenőleg. Pedig állításuk szerint nem ők hibáztak. Sok kisvállalkozással felbontotta a korábbi szerződését az áramszolgáltató, erről ír a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. A szervezet főtitkára azt mondja, több vállalkozó is megkereste panaszával a gazdasági önkormányzatot. Mikrovállalkozások kerestek meg minket a késő tavasszal nyár elején, hogy bár ők az egyetemes szolgáltatásba kerültek, ez azt jelenti, hogy kedvezményes áron kapták az áramot, de hogy valamiért az E.ON megszüntette a szerződésüket, visszautalta az előző két év megfizetett számláit, és új szerződést, és visszamenőleg új áron óhajt új szerződést kötni. Először bejött egy vállalkozói megkeresés, aztán három, aztán 10-15, utána a társkamarákat is értesítettük, fölmértük, hogy ez országosan hány vállalkozást érinthet, kiderült, hogy hát ez százas-ezres nagyságrendű. Egy kormányrendelet alapján a szolgáltató bármikor jogosult a felhasználót nyilatkozattételre felhívni az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság fennállására vonatkozóan. Ezen nyilatkozattételre lettek felszólítva a vállalkozások. Sok esetben azonban a vállalkozás nem kapta meg a szolgáltató levelét, így szóltak a panaszok. Van, ahol nem az az aláírás szerepel átvevőként, aki egyébként a céget jegyzi hivatalosan, így nagyon sokan nem nyilatkoztak arról, hogy ők az egyetemes szolgáltatási körbe tartoznak, pedig az E.ON jól látja a vállalkozónak a méretét, a státuszát, nem lett hirtelen középvállalat. Tehát aki két éve mikrovállalkozás volt és az egyetemes szolgáltatás alá tartozott, az két év múlva is mikrovállalkozó és az egyetemes szolgáltatás alá tartozik. Akinek a nyilatkozata nem érkezett meg a szolgáltatóhoz, az kikerül a kedvezményezett szolgáltatásból a jogszabály szerint. Ez egy óriási teher a mikrovállalkozásoknak. Eleve az energiaárak robbanása, ez a költségnövekmény, ez rendkívüli módon megterhelte őket. Ha a kormánynak, a szakpolitikának volt egy ilyen intézkedése, hogy ők egyetemes szolgáltatásba tartoznak és kedvezményesen kapják az áramot, akkor nekik ez egy rettenetes teher, hogy hirtelen kétszeresére visszamenőleg két évre, és akkor új számla, és mondjuk a megtakarításokat, a fejlesztésre félretett forrást, azt a megnövekedett áramköltségre vagy az áramszámlára kell kifizetni. A kamara felkereste az MVM-et, az új szolgáltatót és a Nemzetgazdasági Minisztériumot is az ügyben. Rapszabolcs azt reméli, augusztus végére, szeptember elejére születhet megoldása a problémára, és a panasztevő mikrovállalkozások maradhatnak a kedvezményezetti körben. Az idei egyetemi ponthatárok kihirdetését követően a diákok megrohamozták az ingatlan közvetítőket kiadó lakás albérlet miatt. Annak jártunk utána, vajon mekkorát, mennyiért és milyen városrészben lehet kibérelni lakhatás céljából. Közben azt is megtudtuk, mennyire mentek fel az egyéb ingatlanok árai a tavalyihoz képest. Ha a kiadó lakást keres mostanában az egyetembe felvett diák, akkor nagyon fontos tudnia, hogy Pécsen városrészenként változnak az árak. Az egyetem városrész a legkedveltebb a diákok számára. Ennek közelében szeretnének a legtöbben albérletet találni, de a belvárost és az uránvárosi részt is szívesen választják a fiatalok. Tudtuk meg Ferenc Gyula, az egyik pécsi ingatlan közvetítő iroda vezetőjétől. Nem csak a diákok keresnek albérletet, jelentősen megnőtt a keresők száma. Ezt tapasztaljuk, valószínűleg az ingatlan árak emelkedésével inkább nagyon sokan bérelnek lakást,
és a kínálat az kevesebb, mint a kereslet, tehát jelenleg az árak ezáltal felfele mozdulnak. Én azt mondom, ami tavalyi évben 120 ezer forint körüli a béletár volt, az most 150 ezer forintnál kezdődik. Tehát egy durván egy 15-20%-os emelkedés a 2023-as évhez képest tapasztalható. A legkedveltebbek a másfél-két szobás albérletek, azonban annak függvényében, hogy hányan költöznének a lakásba, a három szobásak is gyorsan elkelnek. Sok esetben összefognak és külön szobánként veszik ki az albérletet. A 120 és 150 ezer közötti összeg az, amiért leghamarabb ki lehet adni egy lakást. Ezek a legkapósabbak, ezeket általában 2-3 nap alatt kiveszik, tette hozzá Ferenc Gyula. Tehát minden nap kötünk szerződést újabb albérletekre, illetve vannak főbérlők, akikkel folyamatosan szerződésben vagyunk, és hogyha megüresedés van, akkor ki tudjuk adni ezt a, tehát bekerül a portfólióba, és abban a pillanatban elérhetővé válik, de nagyon rövid ideig vannak bent, tehát tényleg vadászni kell az albérletre. Számít a lakás felszereltsége, de olyan eset is van, amikor ezt figyelmen kívül hagyják a bérlemény iránt érdeklődők. Előfordulhat, hogy vannak különös elvárások, illetve az albérlet minőségével kapcsolatban, berendezéssel kapcsolatban, felszereltséggel kapcsolatban. Jellemzően most már a főbérlők úgy készülnek a diákokra, hogy teljes felszereltséggel adják ki a lakásokat. Viszont azt tapasztaljuk mi, hogy kevés az albérlet, a kiadó lakás, és nagyon sokan szeretnének kivenni, ezért egyre lejjebb adnak az igényekből. A lényeg az, hogy legyen hol lakniuk. Megtudtuk, nem csak az egyetemvárosban vesznek ki lakást a diákok, hanem egész Pécs területén, Kertvárosban, a keleti városrészben, a belvárosban is. A komplex pécsi lakáspiac a tavalyi évhez képest 8%-os emelkedést mutat, amely főleg a 30-40 milliós lakások esetében tapasztalható. A nagyobb árkategóriában kisebb áremelkedés jellemző. A családi házak esetében a tavalyihoz képest 2,5%-os áremelkedés történt, tette hozzá az ingatlan irodavezető. Rövid híreink következnek. Három szabadtéri tűznél avatkoztak be szerdán a Baranya vármegyei tűzoltók. Pécset délelőtt a Szigeti tanyán, délután a Közraktár utcában oltották az aljnövényzetet a vármegye székely hivatásos tűzoltói. Emellett a mohácsi hivatásos tűzoltóknak kellett beavatkozni Lánycsókon, az Erdélyi utcában, ahol gazos bozótos terület égett. Mindhárom helyszínen két vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak az egységek. Kár egyik helyszínen sem keletkezett, illetve személyi sérülés sem történt. Még mindig országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, ezért a katasztrófavédelem kéri, ne gyújtsanak tüzet. Az MVM automatikusan módosítja és minden napra rögzíti a rezsicsökkentett áru kedvezményes földgázmennyiséget a diktáláson alapuló, hőmérséklet függő havi számlázás, illetve az éves leolvasást követő elszámolások esetében 2024. augusztus 1-től, közölte az MVM Next energiakereskedelmi ZRT az MT-vel. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kedvezménykiosztás egységes lesz függetlenül attól, hogy az ügyfél csak fűtésre és főzésre, illetve vízmelegítésre is használja a földgázt. A kedvezményes mennyiség kiosztása ezáltal alkalmazkodik a fűtési szezonhoz, a felhasználás ritmusához, hiszen a kedvezményes rezsicsökkentett gázmennyiség télen magasabb, nyáron alacsonyabb. Az adott számlában elszámolt időszakon belül meg kell nézni, hogy melyik hónapból hány nap szerepel az elszámolásban. Így lehet megállapítani a napi kedvezményes mennyiségek összegét, tették hozzá. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégét most szombaton dolgozzák le a kormányhivatalok országszerte. Ez azt jelenti, hogy augusztus 3-án nyitva lesznek a kormányablakok. Nyáron főleg az útraindulók keresik fel a hivatalokat, így nekik jön jól leginkább ez a lehetőség. A nyaralások, utazások időszakát éljük ezekben a hetekben. Ez érződik a kormányablakoknál is, ahol jellemzően utazással kapcsolatos ügyintézésért jönnek az ügyfelek, mondja a kormányhivatal főigazgatója. Legtöbbször az úti okmányok, személyazonosításra szolgáló okmányok cseréje válik úgymond sürgőssé az ügyfelek számára, mégpedig azért, mert utazás előtt, jobb esetben időben, néha utolsó nap látják, hogy lejárt vagy lejár a napokban. Ebben is próbálunk segíteni, a gyártási folyamat is egyébként nagyon flottul működik, ezért néhány napon belül, sokszor 3-4 napon belül megérkeznek a legyártott okmányok, de egyébként 8 nap áll rendelkezésre. Az állampolgároknak most szombaton, vagyis augusztus 3-án is lehetőségük lesz felkeresni a kormányablakokat, ha szeretnének valami ügyet elintézni. Az idei évben is lesz egy hosszú hétvége. Ez az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódik,
és augusztus 17 szombattól augusztus 20-a keddig nem dolgozunk, a kormányhivatal munkatársai sem dolgoznak. Az egyetlen munkanap ebben az időben augusztus 19 hétfő lenne, és ez úgy lesz kiváltva, hogy most szombaton, augusztus 3-án dolgozunk. Természetesen fogadják az ügyfeleket szombaton, mondja Müllerné dr. Juhos Bernadett. Hétfői rendszerint működnek majd ezen a szombaton. Amelyik ügyfélszolgálatunk hétfőn nyitva van, az augusztus 3-án szombaton is nyitva lesz. Viszont úgy rendelkezett a minisztérium, hogy országosan egységes legyen szombaton a nyitvatartási idő, ez pedig 8-tól 2-ig. A kormányablakok is 8-tól 2-ig lesznek szombaton, és az összes ügyfélfogadás 8-tól 2-ig tart, tehát addig tudjuk fogadni az ügyfeleket ezen a szombati napon. A főigazgató azt mondja, érdemes átnéznünk most az okmányainkat, főleg ha utazást tervezünk, mert kellemetlen meglepetés érhet mindenkit, ha lejárt papírokkal indulnak el. Ráadásul nyáron a kisebb forgalomnak köszönhetően kényelmesebben intézhetjük az ügyeinket a kormányablakokban. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az idei Siklósi Várfesztivált augusztus 9-e és 11-e között tartják meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szervezők most is minden korosztályra gondoltak. A Siklósi Várban és környezetében lesznek lovagi tornák, felvonulás, hagyományőrző programok, fegyverbemutató és solymászbemutató csatajelenetek is. Mivel a szervezők tudják, hogy sokan érkeznek Pécsről a programokra, a vármegye székhelyre külön buszjáratot indítanak. A fesztiváljáratok szombaton és vasárnap is elérhetőek lesznek. Ezekre a jegyek korlátozott számban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni az adott napon éjfélig. A buszok hajnali 1 órakor indulnak a siklósi Lidl parkolóból Pécsre. Léman Csongor a 11. a pécsi, Bicsák Bence pedig a 16. helyen végzett a férfi triatlonosok párizsi olimpiai versenyében. A Szajna vízminősége miatt kedről szerdára halasztott futamon a két magyar a 1,5 kilométeres úszás után a középmezőnyben jött ki a vízből. A 40 kilométeres kerékpározás során összeért a mezőny bő első fele, benne a két magyarral. A 10 kilométeres futás elején Léman második volt, de visszacsúszott, Bicsák pedig a nagy csoport végéről előrébb lépett, és végül a 16. helyig küzdötte magát. Léman az úszás során sárgalapot kapott pályatévesztés miatt, amiért ki kellett állnia 15 másodpercre. Ezt a futás során tette meg. Több évtizedes hagyománya van a mecseki kisvonatnak. Az állatkerttől nem messze található Muki nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvence is. Idén nyáron is több turnusban, heti 6 napos váltásokba várja a gyerkőcöket a mecsek lombos, árnyas fái között a kisvasút. Ebben a táborban a vonatozáson kívül sok hasznosat is tanulnak a gyerekek. Éppen elhúzott kemény 5 km/h sebességgel a mecseki kisvonat a táborozók örömére. Naponta többször is felülhetnek rá, és majdnem igazi kalauzuk is van, aki nagyon fegyelmezetten végzi feladatát. Ez egy nemzetközinek is nevezhető tábor, hiszen van olyan kisgyerek is, aki a Kanári-szigeteken lakik, de a nyár jelentős részét itt, illetve nagyszüleivel is tölti. Ma megyünk a tévétoronyhoz, és... És tegnap voltak ilyen madár dolgok, ilyen, és a első nap mentünk a meserdőbe. Egyszer mentem azzal a picike hajtánnyal, meg jó párszor azzal a nagyjal. Volt vonatozás, pont ma futottam össze az osztálytársammal. Igen, én eddig itt egy dolgot vásároltam, egy pólót az unokatesómnak. A motoros hajtányt még soha nem láttam. Másrészt meg hát, már azért korlátlan kisvasutazás, meg már jó sok ideje nem láttam a kisvasutat, meg nagyon szeretek vonatozni is, és már legalább akkor tudom, mert készülök egy ilyen terapasztalra, hogy majd ezt is beleépíthetem. Mintegy 10 éve nyaranta táborozhatnak gyerekek a mecseken, ahol a kisvasúttal ismerkedhettek. Eleinte 2-3, most már 4 turnusban indítanak tábort, mondta Adróczi István, a mecseki kisvasút üzemeltetője. A hétközbeni napok úgy néznek ki, hogy minden délelőtt úgynevezett szakmai programunk van. Jelzésekről tanulnak,
nagyvasúti dolgokról, váltókról, kis tesztet csinálunk mindig, számonkérés is van. Utána ebéd, és ebéd után pedig a környéken valahova elsétálunk, ma délután például a tévétoronyhoz, vagy a tetjéhez, vagy a kisrétre, vagy az állatkertbe. Most itt van a mesepark, közel, ebben kezdjünk mindig. A Mecseki kisvasút az ország legrövidebb kisvasútja. A Pécsi állatkert és a Dömörkapu között közlekedik 577 méter hosszú vonalon. A pálya végéig egy vágányon, a parkerdőben halad 5 km/h sebességgel. Egy motoros hajtány is feltűnik a vágányon, ennek is van feladata. De régi vágyam volt, és közösen megépítettük ezt a hajtányt. Ez arra szolgál, hogy aki érdeklődik a vasúti dolgok iránt, sokfelé található ilyen hajtány, föl lehet ülni, ez egy kicsit fürgébb, gyorsabb szerkezet, nyitott, és ez pár ember ül csak rajta, és egy különlegesség. A vasutas szakma egészen kis alapjait is megtanulják a gyerekek a táborozás alatt. Olyanra is van példa, hogy valaki felnőtt korábban a vasutas szakmát választotta az itt eltöltött jó emlékek miatt. A régió híreivel folytatjuk. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, Horváth István, Tolna vármegye országgyűlési képviselője és Dala Tamás, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT úszoda üzemeltetési igazgatója közös egyeztetést folytatott az épülő szekszárdi úszodáról és annak jövőbeli működtetéséről. A felek ezt követően sajtótájékoztatón számoltak be a részletekről. Nagyon jó és gyümölcsöző kapcsolatrendszert felépítésén fogunk dolgozni. Az állami tulajdonú Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT üzemelteti majd a már épülő szekszárdi úszodát. A felek most a jövőbeni feladatokról, üzemeltetésről egyeztettek. Én azt gondolom, a város, maga az önkormányzatnak szükséges ezzel kapcsolatban is egy vízióval, egy jövőképpen rendelkezni, és mindenképpen azt tartanánk előremutatónak és megnyugtatónak, ha itt a következő években a fedett úszoda megépítése után ezek a szakmai kérdések is előtérbe kerülnének. Az új úszoda a szekszárdi élményfürdő mellett épül, amelyet jelenleg a város üzemeltet. A képviselők a későbbiekben dönthetnek majd arról, hogy a strandot is az úszodát üzemeltető cég működtesse. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes átgondolni, nem biztos, hogy ez egy életszerű döntés. Ha már ilyen kiváló szakmai kapcsolatot sikerült kiépítenünk az elmúlt időszakban az országos úszoda felügyeletet végző céggel, ezzel a szakmai intézménnyel, akkor bizony, én azt gondolom, hogy az ősz folyamán egy olyan bölcs döntést is érdemes előkészíteni, hogy akár a későbbiekben a városi strand és élményfürdő is egy szakmai kézbe, egy megbízható gárda kezelésébe kerüljön. Az üzemeltető Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT-t Dala Tamás korábbi kiváló vízilabdázó képviselte. 50 úszoda van jelenleg, ahogy említettem, Csengert, most maradjunk itt helyszínen, Tolnáig van 40 tanúszoda, ez a mindenki tanuljon meg úszni programba épültek, ott vannak nagy csoportosok, első-második osztályos, tehát a tanterve benne lévő, tanterv alapján mennek az úszás oktatások. Úgyhogy ez egy jó dolog, ez van a legkisebb, az olyan 250-300 foglalkozás van hetente, a legnagyobbakban meg van 1000-1200 foglalkozás per hét, tehát ennyi gyerek és rengeteg így megtanul pluszban úszni. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az állami működtetés a város számára több 100 millió forintos megtakarítást jelent. A szekszárdi sportuszoda üzemeltetésével kapcsolatosan ez egy nagyon fontos megbeszélés volt, hiszen korábban említettük, hogy az állam átvállalta az úszodának a megépítését, és most már egyértelműen átvállalta annak a fenntartását és az üzemeltetését, és az állami úszodákat üzemeltető állat igazgatója, Dala Tamás igazgató úr volt itt, és az átadás átvétel, illetve a felkészülés az átvételre megbeszélések voltak, több minden részt érintettünk. A kivitelező tájékoztatása alapján az előre tervezett ütemtervet tudják tartani, így az új szekszárdi úszoda 2025 őszén nyithat. Sajtótájékoztatót tartottak Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A 2024-2025-ös színházi előadásokat ismertették, és többek között a bérletekkel és az önálló jegyvásárlással kapcsolatos információkat is. Gonda Mária ügyvezető igazgató számolt be az elmúlt színházi évad statisztikai adatairól.
Két bérlettel készültek a gyerekek és a felnőttek részére is. Több mint 500 bérletet adtunk el a felnőtteknek. A kisiskolás és az óvodás bérletünk viszont szinte teltházzal működött, ott több mint 1000 bérlet került eladásra, így összesen 1517 darab bérlet került értékesítésre. Ez nézőszámban annyit jelent, hogy több mint 4300 néző vehetett részt a 8 darab előadáson, ami a Múzsa és az Orfeum bérlet keretében zajlott le, és szintén 4300 körüli gyermek láthatta a nekik szóló előadásokat. Volt 7 darab szabad előadásunk, ez összesen 10 előadás keretében zajlott le. Itt több mint 5200 fő látogatta az előadásokat. 1700 fő tekintette meg a 3 ingyenes előadást, amelyeket a Dériné program részeként valósultak meg. Fontosnak tartjuk ezeket az előadásokat azért, hogy azoknak az embereknek is tudjunk színházi élményt nyújtani, akik esetleg nem tudják megvásárolni a bérleteket, vagy egyáltalán nem jártak még színházban, és ezek az előadások teremtenek kedvet ahhoz, hogy a későbbiekben ők is a vendégeink lehessenek. Herné Szabadi Judit közművelődési szakember adott tájékoztatást a 2024-25-ös bérlet sorozatokkal, megújításokkal és vásárlósokkal, valamint a szabad előadásokkal kapcsolatban. Készültünk két felnőtt bérlettel, két gyermekbérlettel. A felnőtt bérletek közül már megszokottan a Múzsa bérlet, Orfeum bérlet, gyermekbérleteink közül pedig van egy kisiskolás bérletünk, ami az alsó tagozatosoknak szól, és van egy óvodás bérletünk, ami az óvisoknak délelőtti időpontban. Ezek a bérletes előadások, ezek műfajilag nagyon sokszínűek, van közöttük vígjáték, van közöttük nagyon komoly dráma, van közöttük pszichotriller, van prózai előadás, zenés előadás, musical, családoknak szóló, felnőtteknek szóló, mindenfélét próbáltunk úgy összeválogatni, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. A Látomások című kombinált táncsót szeptember 17-én és 18-án adja elő a Freelusion produkció. A műsort eddig csak Budapesten láthatta a közönség, vidéken először Szekszárdon debütál. Születi napok előestéjén mindig szokott lenni egy ilyen nagy produkció. Az idén egy Queen estünk lesz. A Látomások címmel a Queen együttes dalaira összeállított zenés táncos produkció. Ez egy nagyon különleges tánc, nem néptánc, nem balett, ez akrobatikus táncot kell elképzelni, ami össze van komponálva egy 3D-s hologramos vetítésre, a Queen zenéjére. A bérletek megvásárolhatóak a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában augusztus 1-től, hétfőtől vasárnapig, 13 órától 20 óráig. Divattervezőnek tanult, elvégezte a virágkötészetet, most azonban kombájnokat és traktorokat vezet az egyik somogyvári mezőgazdasági cégnél. Kollár Vivien az édesapjától leste el a gépek kezelését és a szántóföldek megművelésének módszerét. Egyedüli nőként egy 40 fős cégnél dolgozik. Zajlik a munka a somogyvári termőföldeken, a legtöbb részen most a talajlazítást végzik el a szakemberek. Mondhatni átlagos nap, a Somogyvári Mezőgazdasági ZRT-nél azonban mégis van valami különlegesség, vagyis valaki. Egyedüli nőként Kollár Vivien vezeti ezeket a hatalmas gépeket. Egészen kicsi korom óta, ugyanis édesapámmal nagyon sokat jártunk az erdőre, és minden hétvégénket ott töltöttük, úgyhogy ide nyúlik vissza leginkább ez a szakma. És körülbelül középiskolás volt, amikor eldöntöttem azt, hogy én ebbe szeretnék dolgozni. Édesapám kombányos ennél a cégnél, mellette tanultam mindent, amit tudok mai nap, és én maradtam a traktoros verziója. Vivien még csak 24 éves, de már számos végzettség birtokában áll. Azonban nem volt egyenes az út a mezőgazdasági munkáig. Nagyon sok mindent kipróbáltam. Tudnélik, én divattervezőként végeztem, mellette virágkötőt is elvégeztem, van egy olyan vállalkozásom is, és valahogy mindig visszahúzott ide, erre a munkahelyre a szívem, és szeretném is tovább csinálni, amíg nem akadályozza az egészségemet. Ahogyan a férfi munkatársaknak, úgy Viviennek is minden feladatot egyedül kell elvégeznie a földeken. Most jelenleg talajlazítózás történik, de majd az őszi időszakban őszi mélyszántás ritka, de valamikor megesik, hogy kombányra is kell ülni, szemet hordani, tárcsázni, tehát hogy mindent, amit vetéstől aratásig kell. Vivien azt mondja, nem volt gondja a beilleszkedéssel, gyorsan elfogadták a férfi kollégák.
mi egy nagyon családias társaság vagyunk, és az elejétől kezdve befogadóak voltak, nagyon sok mindenben segítettek, úgyhogy én csak hálával tartozom nekik. A cég már a 90-es évektől működik Somogyvár határában, a 2000-es évektől ZRT-ként. Közel 1500 hektáron gazdálkodnak, és 40 dolgozót foglalkoztatnak. A gépekkel és a földeken Vivienen kívül csak férfiak dolgoznak, de ő egyedüli nőként is kiválóan megállja a helyét. Különbségtétel nincsen, tehát ugyanazt a munkát várjuk el tőle is. Amit én észrevettem, hogy legalábbis a Vivi esetében, hogy rendkívül megbízható és precízen dolgozik, és azt gondolom, hogy eddig maximálisan elégedettek vagyunk a munkájával. Bár számos végzettséggel rendelkezik, Vivien nem tétlenkedik. A közeljövőben szeretné az esküvői rendezvényszervezést is elvégezni. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Hiányzó nyilatkozat, felbontott szerződés. Panaszkodnak a vállalkozások az eljárás miatt. Albérletek, egyéb ingatlanárak Pécsen. Átlagosan 15-20%-kal emelkedtek az albérletek. Várják az ügyfeleket szombaton, augusztus 3-án nyitva lesznek a kormányablakok. Mecseki kisvasutas tábor. Egész nyáron táborozhatnak a gyerekek az erdei kisvonattársaságában. Pénteken egy hidegfront hatására több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok a napos időszakok mellett. Helyenként előfordulhatnak akár hevesebb viharok felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Zivataroktól függetlenül is több felé élénk lesz a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet délelőtt 22 és 27, délután 28 és 35 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!